kívánok, hozzátok majd ezt a lúzét, mi rájtad el. Itt lesz, ott van minden. Remélem ki volt. Elég az. Nem ordít. Ez valós lesz. Le a fejét. Ne nézd. Na. Úgy gondolod? Mögöttünk látható disznóvágás Kengyelen nagyon jó és izgalmas. Most már hagyományosan, örülök neki, hogy engem is meg szoktak hívni. Hát sajnos az esti vacsorán nem tudok itt lenni, de az biztos, hogy Kengyel apja nagyja itt van, dolgoznak. Ma egész nap megy a disznóvágás, este pedig egy nagyon-nagyon nagy buli van. Én gratulálok a kengyelieknek, gratulálok az önkormányzatnak, hogy ilyen rendezvényeket szerveznek, és nagyon-nagyon jó szórakozást kívánok az esti vacsorához mindenkinek. Én vágtam a mai nap folyamán a legnagyobb disznót, ami 250 kilós volt. Egy kicsit lemaradtam a többiektől, de hát most nem tudok róla mit tenni. Az enyém az 250 kilós volt, a fiatalemberi, a Balogh Sanyi Komávé, ő csak 110 kilós volt. Úgyhogy egy kicsit lemaradtam. Sokat kellett vele küzdeni? Hát igen, ő vele igen. Ő a 250 kilóssal egy picit. Többet, mint a 110 kilóssal. Mi a különbség egy hagyományőrző disznóvágás, meg egy sima disznóvágás közt? A hagyományőrző egyébként arról szólna, hogy szalmával perzselnénk, vagy esetleg fatüzelésű perzselővel, nem gázperzselővel, vagy ugye az, hogy hagyományosan szúrjuk a disznót, hogy 4-5 ember, vagy 6 ember is, vagy 8 ember is kellene egy 250 kilós disznóhoz, aki megfogja, és én megszúrnám, de hát ugye sajnos ezt már nem tudjuk végrehajtani, mert egyébként, ha volna olyan ember, akkor feljelentenének, ha szenvedtetnénk a disznót. Úgyhogy sajnos elektromosan kellett kábítani, úgyhogy ennyivel eltérünk a hagyományoktól.
Kalácsnak a alapanyaga ugye a háj, és a friss hájból nagyon finom a hájas tészta. És most ezt ugye a hártyáról le kell szedni, és akkor ezt majd ledaráljuk, és akkor a kelt tésztára, amit majd ezután fogunk még beragasztani, arra szépen négyszer kinyújtjuk, négyszer rákenjük. És akkor ebből van a finom, réteges hájas kalács. Hájas kalács. És ez meddig, tehát mennyi idő az elkészítés? Hát ez egy óra hossza egy, tehát meg kell keleszteni duplájára a tésztát, és akkor hát ez négyszer fél óra, még rákenjük a, mert pihenni kell neki fél-fél órát. Szerencsések voltunk, hogy nyertünk egy pályázatot, és annak a keretében tudtunk egy ilyen hagyományőrző hízóvágást rendezni. Ezen felbozdulva úgy gondoltuk, hogy az idén is meg szeretnénk ezt rendezni. Az idén nagyon nagy összefogással sikerült, a helyi vállalkozók, magánszemélyek nagyon sokat adakoztak azért, hogy ez a rendezvény létrejöhessen. Reggel 6 órakor kezdtük a hízóvágást. Itt volt az országgyűlési képviselő úr is, Boldog István, aminek nagyon örülünk. Felajánlásból az idősek otthonába az egyik hízó feldolgozásra került. És a szalonnából pedig a nyári programba fogunk a gyerekeknek nyársalást szervezni. Tehát ami megmarad még pluszban, így tudjuk felhasználni. 9 órakor volt ilyen hagymás vérkóstoló, majd folyamatában mindenki tudta, hogy mit kell végeznie. Készültek a pecsenyék, a hurka kolbász, készülünk a húsleveshez, szeretettel várjuk a szeres együttest, aki meg is érkezett, ki este 6 óráig fog zenélni. Utána a helyi civil szervezet fog fellépni, majd 9 órától a Gitterület együttes fog házi buli koncertet adni, reméljük, hogy jövőre is ezt meg tudjuk rendezni. Ez a mai nap, ez már a, ez a falusi disznótoros rendezvénynek a második éve, hogy megtartjuk. Nagy izgalommal készültünk a rendezvényre. Egy kis nehézséget jelentett számunkra az, hogy most nem volt pályázati pénzünk az előkészületekre, viszont nagyon sokan segítettek, támogattak anyagilag, és ahhoz, hogy ezt meg tudjuk rendezni. Vállalkozók, Tócsányi Gyula hízót ajánlott föl, a Molnár Farmról hízót kaptunk, és a harmadikat pedig
hát két vállalkozó és polgármester is én fizetjük ahhoz, hogy a faluban ezt a rendezvényt most meg tudjuk tartani. Azon túl minden, amit itt most lehet látni, minden vállalkozóktól, egyéni adományokból jött össze. Tehát elmondhatjuk, hogy összefogott a falu azért, hogy ez a második falusi disznótoros összejöjjön. Azt reméljük tőle, hogy a kengyeliek minél többen el fognak ma jönni, és ugye reggel a sült vérrel fogadtuk azokat, akik koránkelők voltak. Utána most megsül már a finom pecsenye, ami a disznótorosnak elengedhetetlen kelléke, és most már láttam, hogy jönnek családok is, akik le fognak ülni és fognak enni. Hamarosan főni fog a finom orja húsleves, hurkát, kolbászt fogunk sütni vacsorára, és az este folyamán fellépnek majd a hastáncosok, jönnek a dalmadenszes lányok fellépni, és hamarosan a szerezzenekar kezd zenélni, ő szórakoztatja az itt megjelenteket. Bízunk benne, hogy mindenki jól érzi magát, ehhez még elengedhetetlen, hogy a Ne Felejts klubos asszonyok a friss hájat feldolgozzák, és hájas kalácsot készítenek. Tehát tényleg olyan nagy összefogással jött össze ez a mai nap, hogy hát nagy öröm számomra, és mindenkinek csak megköszönni tudom azt a nagy-nagy segítséget, amit nyújtott nekünk ehhez a mai rendezvényhez. Bízunk benne, hogy harmadik jövő évben is meg tudjuk ezt rendezni. Most ehhez az szükséges, hogy átgondoljuk az anyagi oldalát ennek az egész dolognak, de úgy gondolom, hogy mindenképpen lesz folytatása, nem szeretnénk ezt félbehagyni.